Jogkövető embert még az ág is húzza. Hallottátok már ezt a mondást? Nem hallottátok, mert most találtam ki. Ja. Most volt itt barátom, akinek a múltkor a gépét ugye Windows telepítettem. Ugye jogtiszta Windows-a van, és hát ugye ezt úgy szoktuk, hogy a laptopon recovery-ből helyreállítjuk. És így is történt. Hát ez a múlt héten vagy mikor. De még egy-két dolgot nem telepítettük fel, például a hangkártyát, ugye, amit megvett. Ugye az USB audio interfészt, ugye a Focusrite-ot, meg a hozzávaló programokat. Hát mondom, azt majd ráér, akkor feltelepíteni, mondom, amikor szükség lesz rá. És úgy néz ki, hogy a jövő héten kéne is csinálni a felvételt. Na mondom, jó van, akkor hozd ezt a gépet, fellökjük rá azért a Cubase-t, és akkor pikpak, kész van. Aha, hogy ezt Móric kell elképzelni, mert ugye úgy gondolná az ember, egyszer megvett egy programot, akkor utána azzal nem kell szittyögni, meg mit tudom én. Nálam például úgy van, hogy mikor megvettem a Movie Studio-t, először jött egy e-mail, ugye, amiben benne volt a számla, ugye, hogy kifizettem. Utána jött egy e-mail, amiben benne volt a letöltő link, meg a termékkulcs. És az most is megvan, szépen rákeresek, ha újra kell telepíteni, letöltöm a telepítőt, az mindig elérhető termékkulcsot beillesztem, örülök. Na, Steinbergéknél nem így megy, ugye Steinberg a... Hát ők csinálják a... Ugye ők találták fel a VST szabványt, meg ugye, na, Steinberg.hu, Creativity First, tehát ők fejlesztik ugye ezeket a host programokat, ugye, amivel zenét lehet csinálni. És ugye már megvettél egy ilyen drága cuccot, mint ez a hangkártya, akkor adnak hozzá egy szoftvert, egy Cubase-t, ami ugye jogtisztán a tied. De azt ugye, hogy beírod a termékkulcsot, és akkor itt a letöltő link, nem. Akkor gyere oda telepítőt. Nem először be kell regisztrálni a Focusrite oldalán, ugye, ami már egyszer megtörtént, amikor megvették a izét, a hangkártyát, akkor beregisztráltunk a Focusrite oldalán, ugye beregisztráltuk a készüléket, és akkor a Focusrite oldalán kaptunk egy linket, hogy a Steinbergnek melyik oldalára kell menni ahhoz, hogy letölthessünk egy programot, ami csak egy segédprogram, ez az e-licenszer, elektronikus licenszelő program, ami fog nekünk generálni egy termékkulcsot, aminek a segítségével a Steinberg oldalán ez beírva megkapod a letöltő linket a Cubase-hez. Egyszerű, mi? Nem. Jó. Egyszerű. Tehát, regisztrálod a termékedet a Focusrite oldalán, a hangkártyát, beírod a hangkártyának a hátán található nem tudom hány jegyű széria számot, beírod e-mail címet, létrehozol egy fiókot, és kér egy kódot, az meg egy kártyára van leírva, azt a kódot beírod, és akkor kapsz egy letöltési linket, ami ide vezet a Steinberg oldalára, e-licenszer, töltsd le ezt a programot, e-licenszer, oké. Okay. Letöltöm az e-licenszer programot, License Management and Copy Protection, és akkor ezt feltelepítjük ugye a laptopra, amit aztán elindítunk, és akkor örülünk. És akkor nem indul a program. Mert kiírja, hogy várjál, milyen DLL, hogy program nem indult el, mert az API MS Win CRT Runtime L110 DLL hiányzik. Próbálja meg újra telepíteni a programot, és akkor mi? Ráguglizok, ugye, hogy mi ez. Kiderül, hogy Windows 7, ugye, überall lesz, bizony van neki ilyen függősége, hogy
Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Ez egy függőség, ami kell a programhoz, tehát enélkül nem tud elindulni. Na most ugye Windows 10 ilyen nincsen, mert ugye az frissebb benné, meg az a tartalmaz alapból, de az a Windows 7, ami 2011-es decemberi recovery-ből lett helyreállítva, az nem tartalmazza még. Tehát ahhoz, ez a licenszert futtassuk először, ezt a függőséget fel kell telepíteni, amit letöltök innen, erre az oldalra, amit mutattam, Visual C++ blablabla, 64 bites, letöltök, és akkor megpróbálom futtatni, és akkor kilép a telepítő azzal, hogy már van egy ilyen feltelepítve, csak az egy másik változat, egy régebbi változat. Először vagy azt le kell szedni, érted, menj a vezérlőpultba, telepíts le a régi változatot, és majd utána futtathatod az új telepítőt, vagy telepíts fel az összes hiányzó Windows frissítést, ami eltarthat egy ideig. Úgyhogy itt volt az, hogy mai napra feladtam, amikor itt már 2 órája szenvedtem vele, és nem talált a Windows frissítést, tehát mondom, 2011. december 24-i állapot van rajta, tehát nem talált a Windows 7 frissítést, akkor mondtam a havernak, hogy haza kell vinni a gépet, aztán rácsatlakozni a netre, és várni, hogy hát, ha talál frissítést a Windows, mert ezt nem tudom megoldani. Tehát ahhoz, hogy nekem generáljon egy licenc kulcsot, amivel le tudjam tölteni a szoftvert, ami ki lett fizetve, nem tudom elindítani azt a programot, mert Windows függőségtől szenved. Ez, öcsém, hát komolyan mondom, jogkövető embernek a szivatása, a tökönlövése, mert azért nehogy már azt higgyi a Steinberg, hogy mert ő így megbonyolítja a dolgokat, hogy attól kevesebben fogják varezolni a Cubase-t. Komolyan mondom, ha azzal kezdtem, hogy felmegyek a torrentre, lehúzom a legfullosabb Cubase-t, azt felkrekkelem a számítógépére, már rég végeztünk volna vele. És akkor nem lenne ez a szüttyögés, előbb frissítsd le az összes Windows-t, hogy meglegyen az a függőség, amivel el tudod indítani az e-licenszert, amivel generáltatsz egy licenc kulcsot, amivel hozzáférsz a Cubase-nak a letöltő linkjéhez. Aztán az még egy másik dolog, hogy ezt aktiválod. Mert a letöltő linket megkaptad, letöltöd a Cubase-t, és feltelepíted, és utána újra elindítod az e-licenszert, és akkor ugye az már érzékel, hogy melyik Cubase van feltelepítve, és akkor generál neked egy egyéni request kódot, vagy access kódot, amivel ismét ellátogatsz a Steinbergnek az oldalára, megfelelő helyen beírod a request kódot, amit az e-licenszer generált neked, és akkor kapsz vissza egy másik kódot, vagy egy aktivációs kódot, amit az e-licenszerbe írsz be a megfelelő helyre, és akkor az majd patcheli neked a programodat, ami ezáltal életre kell. Hát ilyen szimpla és egyszerű dolog. Mondom, ezért meg felmész az Encore-ra, vagy mit tudom, Pirate Bay, pikpak, 10 perc alatt letöltöd a programot, feltelepíted, nyomsz 2 cracket, az kész. Azt lehet, hogy egy hétig is el fog tartani, amíg sikerül feltenni a jogtiszta programot. Na, bízunk a márkába. Pont ezt írta valaki, hogy márka versus minőség. Kérdezte valaki, hogy szia Tamás, látom, hogy viszonylag sok terméket vásárolsz az interneten keresztül, de gondolom, hogy boltba is sokat jársz. Abban érdekel a véleményed, hogy szerinted mennyire takar egy márka minőséget. Te mennyire adsz a márkára? A neten keresztül hogyan tudod eldönteni, hogy amit megrendelsz, az hozni fogja azt a minőséget, amit elvársz tőle. Légy szó, lesz időd, akkor tér ki majd erre.
erre is egy téma tőled videóban. Most akkor ennek nem csinálok külön témát, csak úgy megemlítem, hogy a márka bizonyos esetekben fontos. Ugye a márkát azt azért részesítjük előnybe, mert azt ismerjük. Egy cég nem véletlenül költ olyan sokat a márkaépítésre. Tehát az, hogy egy brandet felépítse, tehát most végig gondoljuk, hogy bemész egy boltba, és olyan terméket vásárolsz, amit még sose vásároltál, akkor mi alapján döntesz? Nyilván, hogyha lesz egy ismerős márkanév, akkor azt fogod levenni a polcról. És itt érik be a reklámnak, meg az évtizedes súlykolásnak a gyümölcse. Ugye, amikor azt szoktam mondani mindenki, hogy minek nyomatják a fejembe a babapelenka reklámot, hát hiszen nekem nincsen gyerekem, és nem is érdekel, és nem is fogok venni pelenkát. Tehát minek kell azt nekem nézni? Most nem azért kell tudnod, hogy a Libero a legjobb a világon, mert hogy neked most feltétlen szükséged van rá, de lehet, hogy 10 év múlva szükséged lesz rá. És tehát a brandet akkor ültetik be a fejedbe, amikor még igazából nem oszt, nem szoroz. Azt mondod, hogy nem érdekel, milyen mosópora jó, mert nem te veszed a mosóport, nem neked kell kiválasztani, nem te mosol, nem érdekel. Egyszer majd kerülsz olyan helyzetbe, az életbe, hogy bizony neked kell mosóport venned, bármi rákényszeríthet egy ilyen szituációra, és amikor bemész a boltba, és ott szembe találod magad a rengeteg nagy választékkal, lesznek nevesebbek és no-name-ek, akkor biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy egy kicsit drágább, az ismert nevűt fogod megvenni. Azért, mert már 10 éve azt hallod a reklámból, hogy ez a jó, meg ez a faszak. Tehát most tényleg a no-name-ről mit tudsz? Semmit. Elhiszed, ami le van írva a leírásba? Hát vagy elhiszed, vagy nem. Tehát azt nem tudhatod, hogy mennyire bízhatsz benne. Azt viszont tudhatod, hogy amit orba szájba nyomnak reklámba, van neki márka képviselete, meg szakszervíz, meg garanciaérvényesítés, tehát nagy név a piacon. Az azért valamire kötelezi a gyártót. Ügyfélszolgálatot tart fent. Szóval az nem olyan, mint amikor megveszel egy fészerbe összebarkácsolt valamit, ugye, amit jellemzően az ember vesz az eBay-en, azoknak nincs neve. És akkor nem tudhatod, hogy most az működni fog, vagy nem. És bizony, sok terméket vásárolok az interneten, de azok egyik sem márkásak. Pontosan azért, mert az eBay-re azért jár az ember, hogy olcsón szerezzen dolgokat. Tehát, mit tudom, hogyha drágán akarok venni valamit, apróságot, mit tudom én, például egy telefontalpat az asztalra, akkor azt Magyarországon is megvehetem 6-7 ezer forintokért egy ilyen darab műanyagot, de ennek az esetében nem osz, nem szoroz, hogy ezt az eBay-en veszed meg 200 forintért, vagy magyar webshopba veszed meg 2000-ért, vagy 5000-ért. Mert ezt nem tudod elrontani, tehát ez egy tartó, ez egy talp. Viszont olyan cuccoknál, ahol igenis a tartóság az számít, a minőség az számít, ott nagyon, hogy mondják ezt, tehát nagyon rizikós ismeretlent venni. Nem véletlen az, hogy a piacot általában lefedi 2 nagy gyártó, akik általában egymással versenyeznek, és akkor ők a piac 99%-át leszokták fedni. És a vásárlók abból a termékből választanak, abból a 2-ből. Sőt, valamikor a gyártók megcsinálják még a saját maguk konkurenciáját, tehát ugye alternatív fantázia néven dobják piacra ugyanazt a terméket. Tehát például most megnézed, maradjunk a mosópornál, hogy például az Unilever hányféle mosóport gyárt, és akkor azt fogod látni, hogy nem csak egyet gyárt, hanem
vagy 20 félét. Mindegyiknek ismered a nevét, és nem tudom, nem akarok így a levegőbe lőni, de most tudom, vannak a Ariel, meg az Omo, meg a Tomi, meg a nem tudom mi, és akkor azt hiszed, hogy neked van választási lehetőséged, mert te nem adod ennek a cégnek, hanem adod egy másiknak a pénzed. De közben ugyanannak a cégnek adod a pénzed, mert ezt is az Unilever gyártja, meg azt is az Unilever gyártja, meg a harmadikat is az Unilever gyártja. Meg az ötödiket. És akkor a másik kötött, meg az ő konkurenciája, nem tudom mi az ő konkurenciája ebben a szegmensben. Szóval igen. Ha veszel egy elektronikus eszköz, például venni akarsz egy videókártyát. Szerintem mindenki ismeri. Piacon két nagy név van, ugye, ami egymással versenyez. Az AMD, meg az Nvidia. Valószínűleg, hogyha veszel egy videókártyát, az nem harmadik féle lesz, egy no-name, akármilyen brand. Lehet, hogy Asus is gyárt VGA-t, vagy nem tudom mi, de ők csak speciálisan a saját hardverükhöz gyártják, saját laptopjukhoz. Ha vennek az külön egy VGA-t, az szerintem vagy Nvidia, vagy AMD, az kifújt. Nem is nagyon találsz az én mást. Tehát, hogy beletennéd a gépbe, hogy mit tudom én, Huan Fuchong videókártya. Rá lenne írva, hogy hány magos GPU van benne, meg hány giga memória, meg mit tudom én. Szóval, ha választásod lenne, és mondjuk árban a különbség mondjuk 10% lenne. Az számítana, segítene neked a döntésbe, hogy te megkockáztatnád, hogy megvennéd a no-name-et, vagy inkább azt mondanád, hogy na akkor az legyen egy AMD vagy egy Nvidia, akkor fizetek rá 10%-kal többet, de akkor azt tudom, hogy az a név az garantál valamit. Szerintem az ember, hogyha nincs sok kidobni való pénze, akkor mindig a márkát fogja választani. Főleg azt szoktam mondani, hogy igazából akinek kidobni való pénze van, az engedheti meg magának azt, hogy egy terméknek az árát többször is kifizesse. Normális ember, ha egyszer bebukta, utána már nem kockáztat. Jó. Vannak fogyóeszközök, amiben például én nem törekszem a márkára. Múltkor lementem, vettem egy cipőt 5000 forintért. Mert a másik bokin volt a lábujjam. Nem számít a márka, mert tudom, hogy körülbelül meddig fog tartani, bekoszolódik, leválik a talpa, kész. Nem fogok fizetni 25-35 ezer forintokat, például egy olyan sportcipőjére, márkás sportcipőjére. Na, érted? Vannak dolgok, amelyek, főleg a műszaki eszközök az ilyenek, hogy igenis megválasztom a márkát. Amikor fényképezőgépet vettem, ugye akkor is két opció volt, vagy Canon, vagy Nikon. Amikor a számítógépet vettem, akkor is két opció volt, vagy Intel, vagy AMD. És általában tetten lehet ezt élni, kispénzű ember Intel helyett AMD-t vesz, kispénzű ember Canon helyett Nikont vesz. Ez nem jelenti azt, hogy a Nikon a szar lenne, csak az egy másik árkategória. Tehát, hogyha kicsit tehetősebb vagy, akkor már lehet, hogy éppen a Canont veszed. Ami nem azt jelenti, hogy Nikonban ne lennének drága gépek. De azért például egy harmadikat például nem akartam venni, például egy olyan márket, hogy Fujifilm, vagy Minolta, vagy Olympus, mert ilyen ajánlatok is jöttek, mert azért nagyon sokat nézegettem az árukeresen, hogy mik vannak, és vannak ilyenek, hogy Olympus, és akkor látszólag ugyanazokat tudja, meg mit tudom én, 10%-kal olcsóbb is, de akkor az ember azt mondja, hogy nem. Inkább akkor legyen a Nikonból egy butább, mint az Olympusból egy agyon hype-olt, mert az nekem többet jelent. És így történnek nálam ezek a választások. Nem tudom, volt-e még valami. Az, hogy mennyire takarja a márka a minőséget, az attól függ, hogy a piac mennyit hajlandó fizetni érte.
Ugye most az van, hogy tömegigényeket kell kielégíteni, és ugye olcsón kell, jó. Ezzel nem nagyon tud versenyezni egyetlen gyártó, se ezért van az, hogy minden nagy gyártó áthelyezte már a gyárait a Távol-Keletre. Tehát igazából bármilyen minőségi cuccot vesz, az mind kínai. Vagy kínai, vagy tajvani, vagy koreai, de igazából azt szoktuk mondani hangszerekre is, hogy nem tudjuk, hogy melyik kínai gyárban rakták össze. És igazából a gyártó, aki ad magára, az tart fenn minőségellenőrzési osztályt. Nálunk is van a gyárban, tehát egy normális gyár az tart fenn MEO-t. Ahol nincs MEO, ott kerülnek a dobozba olyan termékek, amelyek gyári hibásak, használhatatlanak, vagy esetleg darabokban vannak. Sok gyártó tart fent a célországban mindenféle ilyen null revíziós üzemet, ami arra való, hogy megnézik a terméket, ami Kínából érkezik, és esetleg darabokban van, vagy működésképtelen, akkor megpróbálják működőképes állapotba hozni, és utána értékesíteni Magyarországon, vagy Amerikában, vagy Németországon. Mindent így van, hangszereknél is főleg. Tehát előfordul, hogy hangszereknél megszól az izénél a hangszergyárba a műszak végét jelző kürt, és akkor ahogy van a kezében, ez fogja, bedobálja a dobozba, lezárja a dobozt, és kész, megy a raktárba. És a gyárban nincsen MEO, hanem az megy egyből a kamionba, onnan meg szállításra. És itthon ugye a megrendelő kibontja, és akkor darabokban van a termék a dobozba. Azt már most mit fog csinálni? Visszaküldi a gyárba? Inkább megpróbálja menteni, ami menthető, és akkor összerakni valamit belőle. Igen, vannak ilyen dolgok. A legemlékezetesebb sztori, amit már lehet, hogy sokszor elmeséltem, de mindig vannak, akik újak, és akik még nem hallották, hogy egyszer egy széria basszusgitárt úgy gyártottak le, meg szállítottak le a kínaiak, hogy a 13. bundra esett az oktáv. Most, hogy ez miért probléma, azt talán azok is tudják, akik nem zenészek, mert annyi azért talán mindenkire ráragadt a általános iskolába, hogy az emberi zenei rendszer az ugye 8 fokú, illetve 12 fokú, hogyha a félhangokat, közbeiktatott félhangokat vesszük. Tehát a harmóniák, ugye, amelyek, és nem akarok ilyen fizikai törvényekbe belemenni, de hogy két hang mitől áll harmóniába egymásra, mert terc közre van, vagy kvint közre van, vagy kvart közre van egymástól, az nem véletlenül alakult így ki, hogy 12 fokú lett. Nem véletlen van 12 félhang egy oktávban. Most a kínai azt úgy gyártja le a basszusgitárt, hogy 13 félhang fér bele, akkor azzal az egzotikusságán kívül úgy nem nagyon tudunk mit kezdeni. És, tehát használhatatlan a termék. És akkor azt mondta a gyár, hogy akciózzák le. Hát ne küldjék vissza már nekik. Akciózzák le, árazzák, azt adják el. Finnyás európaiaknak. Hát nem. Szóval nem is tudom mihez hasonlítani, talán ahhoz, mit tudom én, hogyha például olyan kijelző, tehát a kijelző mondjuk infravörösbe vagy ultraviolába jelenítené meg a bizonyos színeket, érted, vagy azt mondanák, hogy jó, az, ez is szín, az is szín. Ja, az mindegy, hogy az ember nem látja, attól még a monitor az leadja, az kész. Világít, nem? Hát világít, csak nem látod. Na, 13 félhangú basszusgitár, szóval vannak dolgok, amelyekben fontos nekem a márka, meg vannak, amelyekben nem fontos. Fogyóeszközbe, cipőbe, ruházatba egyáltalán nem. Technikába, meg drága elektronikai eszközökbe igen fontos. Na, jó van. Ennyi volt a mai fejtágító. Remélem, hogy élveztétek. Én nagyon, már nem emlékszem az elejére. Ja. Steinberg.
kap tiszta szoftver. Imádom. Na, sziasztok!